szorosabbra fűzné kapcsolatát a környező településekkel Miskolc. Ennek érdekében egy agglomerációs gazdaságfejlesztési tanácsot hoznának létre, amelyben a város koordinátori feladatot vállal. Az együttműködés részeként kezdeményezett kerekasztal beszélgetést Veres Pál a térség településének vezetőivel. A polgármester szerint, ha a fejlesztésekről van szó, nem lehet kizárólag a város közigazgatási területén belül gondolkodni, lassan ugyanis betelnek Miskolc ipari parkjai. Ilyenkor polgármester megkeresett, mi nagyon örültünk, hiszen Felső-Zsolcának még van egy bő 40 hektáros olyan iparterülete, ami egy komoly infrastruktúrával rendelkezik. A közös gondolkozás Felső-Zsolca ipara számára is hasznos lenne, ami többek közt a közlekedés, oktatás és kultúra területén már működik, hangsúlyozta Szarka Tamás polgármester azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyre Felső-Zsolca mellett Hernád Németi, Sajó Szentpéter, Szirma Besenyő első embereit invitálta Veres Pál polgármester. Reméljük, hogy ez egy kicsit más jellegű is lesz most, és nálunk is lesz majd munkahely. Hernád Németiben egy 400 hektáros ipari park kialakítását tervezik, amiben a település vezetője szerint a Miskolccal való együttműködés sokat segíthet majd számukra. Már az előző ciklusban, már önkormányzati ciklusra értek, akkor elindult a Miskolccal való együttműködés. Akkor még nem koronázta a siker az együttműködésünket, de rengeteget dolgoztunk együtt, rengeteg energiát fektettünk be kölcsönösen, és ezeket nem szeretnénk, hogyha elvesztenének, és a kölcsönös előnyek jegyében ezt az együttműködést most is folytatjuk, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az ipari park ez meg fog telni, és minden település ebből profitál majd. Sajó Szentpéter polgármestere konkrétan egy 70 hektáros terület ügyében érkezett, amely bár a településükön van, ennek ellenére Miskolc tulajdonát képezi. Faragó Péter szerint az ügy végére az előző városvezetés idején nem sikerült pontot tenni. Változott alapvetően a helyzet, mert Veres polgármester úr megkeresett, illetve közösen kerestük ebbe a témába egymást. Már volt is egy olyan beszélgetésünk, aminek az volt a lényege, hogy Miskolc város vezetés és elsősorban személyében polgármester úr támogatja azt, hogy lehetőség legyen azon a területen beruházókat hozni. Az együttműködés sikerében bízva az egyeztetést Veres Pál polgármester kezdeményezte. Mi azt fogalmaztuk meg mottóként, hogy egy sikeres város csak sikeres város térséggel együtt értelmezhető. Ennek jegyében a térség városaival, községeivel több megállapodás is született az elmúlt egy év során Veres Pál szerint. Úgy gondolom, hogy annyira összefonódik ez a térség Miskolc városa és a környező települések, akár gazdaságilag, akár kulturálisan, turizmusban, vagy akár egy havári helyzet megoldásában, vagy szociális problémák megoldásában, ami nem képzelhető el külön-külön, és nem képzelhető el az, hogy mi csak Miskolc közigazgatási határain belül gondolkozunk. A polgármester azt is mondta, szeretnék, ha az együttműködés a jövőben hivatalos formát is öltene. Ennek érdekében hozzák létre az agglomerációs gazdaságfejlesztési tanácsot, amelyben Miskolc koordinátori szerepet vállal majd, miközben a települések jogai és lehetőségei nem csorbulnak.